Tegnap igen érdekes piaci mozgásokat láthatunk az LKB kamat döntését követően, hiszen az LKB nagy meglepetésre mind a nem konvencionális, mind pedig a konvencionális oldalon megugrotta az elemzői várakozásokat. Így ennek köszönhető, hogy a kamat döntést követően az euró gyengülni kezdett a dollárral szemben, a részvénypiacok pedig kilőttek, és ahogy arra egy korábbi videónkban utaltunk, a gyors papírok mutatták a legnagyobb emelkedést, így a bankszektor és az autóipar. A sajtótájékoztató alatt azonban jött a fekete leves, és az euró-dollár árfolyama hirtelen fordulni kezdett, a részvénypiacok pedig ismét délnek fordultak. Mario Draghi ugyanis bejelentette, hogy az LKB decemberi várakozásaihoz képest jóval alacsonyabb, azaz 1% helyett csak 0,1%-os inflációs rátával számolnak idénre, valamint a GDP növekedése az eurózónában is jóval a korábbiak alatt teljesülhet idén, illetve 2010-ben és 2018-ban is. Emellett pedig arról is beszámolt, hogy egyelőre nem terveznek több kamatemelést, így az euró ismét erősödni kezdett a dollárral szemben. A befektetők ugyanis úgy értelmezték az LKB mostani lépését, hogy az eddig igen óvatos és konzervatív LKB-nak most egy jóval nagyobbat kellett lépnie ahhoz, hogy fent tudja tartani a gazdaság eddigi teljesítményét, illetve elősegítse a gazdaság növekedését. Ez pedig mindjárt egy más perspektívában helyezi az LKB döntését, így a befektetői hangulat romlott,